Esélyteremtő interaktív hajdúszoboszló címmel indítja el programját Városunk Önkormányzata. A program lényege a munka és a magánéleti teendők összehangolásának elősegítése. A megvalósítás széles helyi társadalmi kör bevonását, aktivizálását célozva január 2-ig tart. A projektindító rendezvényre október 10-én délután 3 órakor kerül sor a polgármesteri hivatalban. Igen, figyelemre méltó az elnevezése annak a pályázati projektnek, amelyet az elmúlt évben nyújtott be Hajdúszoboszlóváros önkormányzata és nyertesnek nyilvánítottak, miatta az indítatást ahhoz, hogy egy ilyen projektanyagot összeállítson a város, illetve a hivatal. Több dolog egyrészt, hogy több pályázatban van együttműködésünk civil és egyéb gazdálkodó szervezetekkel. Ennek volt egy konkrét előzménye, ezt úgy hívták, hogy családbarát esélyteremtő hajdúszoboszló, ezzel megalapoztuk ezt a pályázatot. Foglalkoztatási stratégia a másik, alapja informatikai fejlesztések a harmadik. Meg van egy másik indoka is, hogyha fizikailag megújítjuk a városközpontot, meg a város egy részét, akkor lélekbe is próbáljuk, tehát a szolgáltatási palettát kis befektetéssel olyanná tenni, ami leginkább szolgálja az itt lakókat, adott esetben a vendégeket is. Kik működnek együtt ebben a pályázatban, és hogyan fog megvalósulni? A pályázó az önkormányzat. Van egy partner, a Városszépítő Egyesület, és van egy másik, az informatikai fejlesztő partner, a Debreceni Közig ZRT működik majd közre. Két dologról van szó, hagyományos eszköztárral próbálunk eredményt elérni, meg egy informatikai rendszerfejlesztés is következik. A hagyományos eszköztár az a munka és a magánéleti kötelezettségek összhangjának a javítását szolgálja, és próbálunk a célcsoportoknak együttműködéssel, kooperációval, együttes tevékenységgel a szolgáltatók és a szolgáltatásokat igénybe vevők összehozásával, kérdőíves felméréssel, lesz fönn van az interneten is, jelenleg is tölthető, kialakítani olyan megoldásokat, ami segíti, hogy dolgozni és nyugodtan tudjanak a gyerekekkel, és tudjanak mit kezdeni, illetve a gondozásra szorulókat is segíteni tudják. Jövő hét közepén, tehát október 2. hetében kerül sor a projektnyitó rendezvény megtartására, amely meghirdetése is kerül. Ez azt jelenti, hogy mostantól startol a projekt? Július 1-én elkezdődött, illetve egy előkészítő fázissal még korábban. Szoftverfejlesztés indult el, meg eszközbeszerzés július 1-én, és a 10-én 15 órától tartandó nyilvános projektnyitó rendezvény az első olyan alkalom, ahol a partneri körrel együtt fogunk megjelenni, és várjuk is a résztvevőket, az érdeklődőket ide.